Önök a Kapos Menti magazint látják, köszöntöm nézőinket! Tolna megye önkormányzata 5. esztendeje rendezte meg értéknapját, melyen a települések mutathatják meg önmagukat az érteklődőknek. Az idei kiállításon a Kapos Menti térség települései is jelen voltak. Ezek a lövések jelezték a Tolna megyei önkormányzat által létrehozott Vára megye program idei kezdetét. A Tolna megyei Értéktárbizottság kezdeményezésére életre hívott találkozó célja a helyi értékek bemutatása, Tolna megye hagyományainak megismertetése, a helyi értékek szerepének felerősítése volt. Alapvető célunk a Vára megye akció beindításakor az volt, hogy próbáljuk összehozni a Tolna megyei településeket mérettől, fajtától, elhelyezkedéstől függetlenül. Legyen egy olyan közös programunk, ami a megyéhez is kapcsolódik, valamint minden egyes településhez. Óriási lelkesedéssel indult neki a települések zöme ennek a feladatnak, és most már bőven 60% fölött vagyunk, akik a megye települései közül részt vesznek ebbe a programsorozatba, mozgalomba, együttműködésbe, bárhogyan is nevezzük. Ez egy nagyon jó dolog, nagyon-nagyon fontos, hiszen emberi értékeket, társadalmi értékeket és természeti értékeket egyaránt megpróbálunk megőrizni. Az idei esztendőben a Kaposmenti kistérség több települése is elhozta ide mindazt, amit önmaga számára is különleges becsben tart. Ma is vannak már olyan húzó településeink, akik gondolatban előttünk állnak a térség előtt, és azokat a településeket kell jó mintának felmutatni a járás mind a 16 településén. Ma 3-4 ilyen településről tudok csak egyelőre beszélni, de azt gondolom, hogy ezek az értékek az összes többinél megvannak, csak nem kerültek még a felszínre. Nyilván nagyon örülök, hogy ma itt lehetek, és az a három település, Gyulaj, Kapospula, illetve Kurd itt van a helyszínen, és járok a települések között, és ennyi mosolyog embert én már rég láttam. Nyilván ez azt gondolom, hogy ez hozzájátszik az a történet is, amely megteremtette ezt, hogy Tolna megyében ebből hagyomány lett. Nyilván idén 3 településen volt itt a dombavári járás, de én bízom benne, hogy jövőre ennél sokkal többen leszünk, és még egy gondolatnak szeretnék hangot adni, legjobban talán annak örülnék, hogy a dombavári járás lehetne a házigazdája, hiszen mi erre már várunk régóta, és lehet, hogy 2020 erre megteremti a lehetőséget. A legszínesebb standdal a kurdiak mutatkoztak be. Müller János polgármester azt mondta, az, hogy 5-5-ször vannak jelen, mutatja, hogy számukra különleges jelentősége van a bemutatkozás lehetőségének. Nagyon jó találkozni olyan településekkel, akik próbálják őrizni a hagyományaikat, és megtesznek mindent azért, hogy ezt megmutassák másoknak is. A mai rohanó világban azt gondolom, hogy elég nehéz olyan embereket találni, akik erre komolyabb energiát tudnak fordítani. Minden esetre próbálkozunk vele. Van a településünkön, a plébánián egy kis faluház. Berendeztünk két hosszú évek alatt, ez már körülbelül olyan 15 éve, a falu apraja nagyja padlásokról megmentett különböző értékeket, ezekben a szobákban állítottuk ki. Mindig gyarapszik valamivel. Reméljük, hogy egyszer eljutunk odáig, hogy ezt is majd értéktárral nyilvánítjuk. Hát lényegében már most is az, még nem tettük ezt hivatalossá a településen. A Kaposmenti kistérség tehát kihívás előtt áll az értékmentés területén. Egyrészt erősíteni kívánja az értéktári mozgalmat a településeken, másrészt, ahogy hallottuk, arra készül, hogy a következő Vára megye értéknapot valamelyik térségi település rendezhesse. Immár 12 éve rendezik meg a falunapot Jágónakon. Mindig július 2. szombatján jönnek össze a település lakói. Most legutóbb sportos programokkal, bemutatókkal várták a falubelieket. A jó hangulat mellé bográcsban főtt finomságokat is kaptak a jágónakiak. Körhinta, ugrálóvár, pónilovaglás a kicsiknek, zene, jó hangulat a nagyoknak a jágónaki falunapon. 12. éve rendezzük meg, és mindig július 2. szombatjára terveztük az időpontot.
eddig mindig nagyon jó időnk volt, most egy kicsit lúg az eső lába, de remélem, hogy kitart legalább a műsorig. Ha véletlen nem, akkor az esti bált meg tudjuk tartani bent a művelődési házba. Jelenleg 250 fő lakik a településen. Nagyon sokan jönnek a környező településekről. A legnagyobb foglalkoztató az az önkormányzat. Ugye közmunkaprogramban jelenleg hétfőt foglalkoztatunk, italboltunk van és boltunk van, azok mind magánkézben vannak, ők saját maguk dolgoznak bent a vállalkozásukba. Innen nagyon sokan járnak a Kaposzekcsői ZRT-be dolgozni, a TS-hez, és a Remler csapóba, a Liget lakótelepre, a cipősökhez. Javarészt ott dolgozik mindenki. Ez a falu foci pályája. Itt kezdődtek a falunapi események még reggel. A falunap az úgy kezdődött, hogy reggel 9:30-ra lett meghívva 5 csapat, akik majdnem minden évben meg szoktak jelenni. 10 órakor kezdődött a mérkőzés, és 2 órakor lett vége. Kaposzekcső csapata nyert, második lett Jágónak, és akkor így tovább. Az első 3-at díjaztuk, mellette volt legjobb mezőnyjátékos és legjobb kapus, és volt még egy 7-es rugóverseny, amit azt is megszerveztük. Kicsit öregedő a település, a fiatalok, akik sportolni vágynak, ugye most adtunk lehetőséget, 2 éve építettük ezt az új futballpályát ide közmunkaprogramba, de javarészt a Kaposzekcsői Sportegyesülethez járnak le, Csikostöttösi pályára, ott focizik több fiatal gyerek. 5-6-an járnak le most, akik ott vannak leigazolva, az ők igazolt játékosok. Finom falatok is kellenek a jó falunaphoz. Erről is gondoskodott az önkormányzat. Ugye ezt mind felajánlásból készítettük el. A ZRT-től, a TS-től szoktunk kapni ilyenkor mindig egy sertést, amit levágunk, feldolgozunk, és ugye most abból készült 2 bogrács pincepörkölt. A 3-as határ vadásztársaságtól kaptunk egy vaddisznót, és a COVID-95 Kft-től kaptunk egy birkát. És ugye most 3 és 4 fajta étel készült el, és itt mindenkit ingyen szoktunk vendégül látni. És hát most már nem sok van, de még van. De hát ameddig tart, addig kiosszuk, és akkor innen étlen nem szokott elmenni senki. A programoknak a falu Pajta Színháza adott otthont. Pajta Színház az 6. éve áll. Ez egy ilyen, hát hogy mondjam, régen sertéseket tartottak itt. Itt volt a falu kanya, úgymond, és akkor az a kanyárt a faluban mindenkinek ugye tartottak göbéket, és akkor oda jártak fedeztetni. Ez abból maradt meg. Ugye utána az önkormányzat ugye átvette ezt az épületet, és hát elég romos állapotba került. Gondolkodott a képviselőtestület, hogy mit kezdjünk vele, és hála Istennek volt pályázati lehetőség rá, hogy megépítsük ezt a vagy is a pajtát felújítsuk, de akkor volt egy olyan ötlet, hogy ugye onnantól kezdve már szoktuk tartani a falunapokat, mondom 12. éve tartjuk, és ugye mindig sátrat kellett béreljünk, így most akkor a régi istálló részhez építettünk egy nyitott részt, ahol az ilyen külsős rendezvényeinket meg tudjuk tartani. Hál' Istennek ilyen lakodalmakat is tartottunk már itt, úgyhogy elég hasznos kis épület nekünk, ennek a kis településnek elég. Ott jártunkkor ritmikus sportgimnasztika bemutatót tartottak a komlói fiatalok. Ezt végig tapsolta a lelkes jágónaki közönség. Bábszínházzal, játékokkal és édességekkel is várták a gyerekeket a Várongi Gyereknapon. A Tolna megyei településen minden évben megrendezik a programot. Brunner Dezső polgármester szerint fontos, hogy kicsik és nagyok a nyári szünetben is jól érezzék magukat. Fiókáimnak? Jaj, de nem látok sehol egy békát. Várom, hogy nincsen béka. Nem látok egy békát se. Hol van a béka? Itt van. Báb előadással készültek a gyerekeknek Várongon. A Tolna megyei településre a Katalinka Bábszínház érkezett. A két óvónő alkotta társulat magyar népmesék feldolgozását hozta el kicsiknek és nagyoknak a gyereknapon. Most a Benedek Elek, a Loncsos Medve magyar népmesét dolgoztuk fel, és egy Bonyhádi feldolgozást, a
az öreg asszony kacsapásztort keres Székely népmesét. Annak idején, mint óvónő, azért gondoltam, hogy szüksége van a gyerekeknek a bábszínházra, mert ott a hátrányos helyzetű gyerekek, ahol én éltem, nem jutottak be városokba, nagyobb helyekre, bábszínházba. És akkor arra gondoltam, hogy én megalkotom akkor a népmesék mesehőseit, és készítek én egy kis bábszínházat. És akkor így ezzel jártam a környéket, és a kolléganőm szintén óvónő, és így együtt járjuk most már a vidéket. Én itt lakom a telkőben. Én meg kijöttem macskót szedni. Az nagyon jó. Én is szeretem. Gyere, mász föl, aztán eszegessünk együtt. Én most olyan lusta vagyok, nem szeretnék fára mászni. Hát tudod mi? Hogy áll le nekem egy-két vadkörtét. Na, jól van. Adjam neki gyereket. Jó szép vagyok. Jól van, Alim. A magyar népmese az szerintem kortalan. Tehát én a mai napig, hogyha felfedezek egy régen olvasott népmeset, még mindig el tudok merülni a mesevilágba, és 3 éves kortól már a gyerekek élvezik a mozgást, a humort, és a kasírozott, a hagyományos marionett bábok, ezek alkalmasak arra, hogy megelevenítsük az emberi alakokat is. Ő például a Jancsika, aki elmegy az erdőbe a körtét szedni, vagy vackot szedni, és a Loncsos medve, aki lecsábítja ugye Jancsikát a fáról, a boszorkány meg majd meg később érkezik. Tehát ezek a bábok, a kasírozott bábok alkalmasak arra, hogy megelevenítsük ezeket a szereplőket is, tehát az emberi alakokat. És hát számtalan tárháza van még a magyar népmeséknek, amit majd még szeretnénk megvalósítani a közeljövőben. Hát csak persze dolgozunk, és állandóan tanulni kellett, és nem volt elég idő arra, hogy ezt folytassuk, de még nem adom fel, és nem adjuk fel, hogy bővítsük a repertoárt. Kecskeméten tanultam a bábművészetet Báról Lászlótól, hadd említsem meg a nevét, és Cinne Mihály írta alá annak idején a papíromat, és nagyon büszke vagyok arra, hogy annyi mindent tanultam a kecskeméti években, úgyhogy szeretném továbbadni a magyar népmesék szeretetét, így a bábozás által is. Várongon már évek óta hagyományosan megrendezik a gyereknapi programot. Minden évben megtartjuk a gyereknapot ilyen. Nem biztos, hogy pont a gyereknapon, ami a szokásos érdelembe vett gyereknap, egy-két héttel vagy hónappal később, mert mindig úgy szoktuk csinálni, hogy a megyei könyvtár, akivel kapcsolatban vagyunk, ők adnak műsort. Katalinka Bábszínház, ők fognak most is jönni ketten, többször voltak már itt, és nagyon jó kis műsort adnak, nem is kell érte fizetni, megmondom őszintén. Várjuk a várungi gyerekeket, mindig megvendégeljük őket kajával is, meg üdítéttel, süteményekkel, és hát ugye játszunk velük, nagyon élvezik, nagyon szeretik ezt a kis műsort, de egyébként nem szokott ez ilyen nagyon hosszú lenni, 1-2 órás, mert nem sok gyerek van, mert kicsi a falu, és sajnos kevés a gyerek, de hát azért egy 10-15-en eljönnek, az is már nagyszerű dolog nálunk. Vannak különböző játékok, azokkal szoktak játszani, a szülők is bekapcsolódnak egy kicsit, és együtt játszunk. Most nem vagyunk olyan nagyon sokan, mint egy nagy rendezvényen, csak a gyerekeknek a szülei, vagy éppen valamilyen hozzátartozói jönnek el. De egyébként nagyon szép helyen, nagyon szép kis környezetbe. Arra adunk, hogy minden rendben legyen ebben a kis faluban, főleg a faluházban, községházban, parkokban. Kiosztották a jó tanuló, jó sportoló díjakat Kapospulán. Idén 41 diák részesült elismerésben kiváló tanulmányi vagy sportban elért eredményeiért. A település polgármestere szerint fontos, hogy elismerjék a diákok munkáját, mert ennek köszönhetően a későbbiekben tanulmányaik végeztével akár vissza is térhetnek a településre, hogy ott éljék le életüket.
Azt mondják, hogy a diákok nem csak a szüleik elismeréséért, hanem magukért is tanulnak. Vannak olyan tanulók, akik bizony ezt megfogadják. Így tettek a kapospulai fiatalok is, akik jó tanulmányi eredményükkel kiérdemelték a jó tanuló, jó sportoló díjat a kapospulai önkormányzattól. A településen évek óta meghálálják az általános iskolás gimnazista és egyetemi hallgatók kitűnő teljesítményét. Ribai Eszter is az egyik volt a 41 díjazott közül, aki már nem először kapta meg ezt az elismerést. Negyedik évét kezdi a Pécsi Tudományegyetem jogi karán, és azt mondja, jó érzés az, hogy megjutalmazzák a kemény munkájáért. Nagyon jó érzés, mert azt érzem, hogy a város, illetve a falu vezetésének fontos az, hogy én mit csinálok, és hogy milyen eredményeim vannak, és azért ösztönzőleg hat az, hogy figyelemmel kísérik a tanulmányaimat. Az elmúlt két évben is sikeresen megkaptam. Szeretnék én is majd valamit visszaadni ebből a falunak, amit én kaptam a tanulmányaim alatt. Az ünnepségen részt vett Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, aki köszönetét fejezte ki megnyitó beszédében a diákok szüleinek a szüntelen támogatásáért, a diákoknak pedig gratulált a jó eredményeikhez. A Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondja, a fiatalok a jövő reménységei, és meg kell becsülni a munkájukat. Minden településen a fiatalok adják a jövő alapját. Tehát ők fognak megnőni, ők fogják a települési életet biztosítani ezzel következő időszakban, és nagyon nehéz idők járnak a kis településekre. Általában azt lehet mondani, hogy a kis települések lélekszáma fogy. A megye is mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a folyamatot megfordítsuk, és azt gondolom, hogy a település vezetők, a települések is megtesznek mindent azért, hogy megpróbálják megtartani a településen felnővő fiatalokat. Egy ilyen kezdeményezés, mint ez itt, hogy díjazzák ezeket az ügyes gyerekeket, ez nagyon fontos szempont és nagyon fontos láncszeme lehet annak a folyamatnak, amely a megtartó erőt biztosítja egy településen. Ha ezt rendszeresen csinálják, már pedig itt rendszeresen csinálják, hiszen tavaly is itt voltam ezen az eseményen, biztos, hogy emlékeket, nyomokat, megőrizhető élményeket ad az itt jelenlévő fiataloknak, és ez összekötő erő. Tehát ide köti a gyerekeket a szüleikhez, a településükhöz, és itt fognak majd élni, reményeink szerint. A település polgármestere szerint hagyomány, hogy a jó tanuló és jó sportoló diákokat megjutalmazzák Kapospulán. Stemmler József ugyanakkor azt is elmondta, hogy szerinte a tanulók érzik, hogy a település támogatja őket, így azt is várják, hogy tanulmányaik végeztével visszatérjenek szülőfalujukba. Ez a falu szerintem mindig híres volt arról, hogy elég sok tanult embert hozott a magyar társadalomnak. Én bízok benne, hogy most is így van. És hogyha nézzük a statisztikákat, ugye tavaly még csak két egyetemista volt, aki ilyen jó eredményeket elért, az idén már négyen vannak, tehát gyakorlatilag akik körülkerülnek az általános iskolából, középiskolába, a szinte azt mondom, hogy a 80-90% ott is megállja a helyét, és ugyanezeket a jó eredményeket éri el. Négy éve hoztuk létre ezt a, úgy mondom, hogy rendezvényt. Előtte felmértük, hogy mennyi tehetséges és jó tanuló van a faluba, és úgy gondoltuk, hogy fontos nekünk, sőt ezeknek a fiataloknak is, hogy el legyen ismerve a teljesítményük. Én biztos vagyok benne, tehát a faluhoz való kötődésnek ez egy úgy gondolom egy része, hogy valaki, ahol valamilyen elismerést szerez, megkap már kiskorába, az beleívódik az életébe, és soha nem fogja elfelejteni. A település polgármestere azt mondta, hogy a diákok a pénzjutalmat azért kapták a nyári szünet közepén, hogy egy kis zseppénzük legyen, ugyanakkor motivációt adjon a következő tanévre is, hiszen a tanulók minden évben megkapják a jó tanuló, jó sportoló díjat, ha a tanulmányi vagy a sportban elért eredményeik kiemelkedőnek számítanak. Minden esztendőben elszármazottak napját rendeznek Döbrökközön. Erre a napra mindenki hazatér szülőfalujába találkozni azokkal, akikkel együtt töltötték ifjú éveiket. Az idei évben a szervezők kiállítást is felállítottak a falu történetének képeiből. Az embert bárhova sodorhatja az élet, ha erősek és elszakíthatatlanak a gyökerei, akkor a szülőfalu hívó szavára hallgatva szívesen jön vissza, hogy együtt ünnepelhessen az itthon maradottakkal, ha csak egy pár órára is, felelevenítve a régi szép emlékeket. Közös, régóhajtott vágyunk a rendezvény megvalósulása, mely alkalomból településünkről elszármazottak visszalátogathatnak születésük, gyerekkoruk vagy éppen itt eltöltött felnőttkor helyszínére.
Ez a nap alkalmat ad egy kicsit elszakadni a rohanó hétköznapok világától, közösen felidézni a régelmúlt időket, a gyökereket, az identitásukat őrizve, mondta Farkas Edit polgármester. Mi Döbrökközön vagyunk itthon. Kisfalunk sokféle arcát őrizzük emlékeinkben. A szülőföld ideje nem múló idő. Bennünk lüktet tovább. Mindig ismerősként tekintünk a hazai tájra, ahol a gyermekkori emlékeink szétgurultak. Gyermekként, fiatal felnőttként, idős emberként más és más arcát mutatja nekünk, akkor is, ha soha nem költöztünk el, ha ma is itt éljük minden napjainkat. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. A beszédet követően az integrált közösségi és szolgáltató tér nagy termébe invitálta a megjelent vendégeket a polgármester, ahol az Örökségül hagyom című fotókiállítás megnyitására került sor. E jeles nap előtt a település vezetése egy felhíváson is kérte a falu lakóinak segítségét a régmúlt képek összegyűjtésére. A programsorozat a Verbőci vár romjainál folytatódott, ahol ágyűrődgéssel vette kezdetét a közös ebéd. Aki kíváncsi volt, megkóstolhatta a középkori ételeket, ami nem volt más, mint egy sült ökör. A nap folyamán az ide látogatók betekintést nyerhettek a legendák és mesék földjére, ahol megismerkedhettek a középkori apróttábor életével, beleshettek a kovács műhely mindennapjaiba, vagy akár megtanulhatták a kötélverést vagy a papírmerítést. Én itt születtem, Hajdanába, itt jártam általános iskolába, középiskolába már nem, mert ugye az itt nem volt, hanem Fehérváron, az egyetemet Budapesten végeztem, azóta ott élek, és ez egy remek rendezvény, mert majdnem minden évben megrendezik egy idő óta, és itt azért rengeteg olyan régi elszármazottal lehet találkozni, akik kell egyébként soha nem találkozta az ember, mert ide mindenki eljön, akit meghívnak. Nagyon szép volt a műsor, szép volt a szentmise, és nagyon készséges volt a ellátás itt, úgyhogy meg vagyok elégedve, finom voltak. Eljövök, hogyha élek, és el tudok jönni, akkor el fogok jönni máskor is. A hazalátogató vendégek arcán megfigyelhető volt a viszontlátás öröme. Az itt eltöltött évek nyomot hagytak maguk mögött, kinek így, kinek úgy, de Döbrököz mindig visszavárja egykori lakóit. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!